Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Ugye nem régen jelent meg a Skyrimnek a Special Edition változata, és hát ugye a fő szempont, ami újdonságot hozott, az a grafika lett volna az eredeti változathoz képest. Ugye több mint 5 év telt el már a Skyrim megjelenése óta, és hát valamennyien izgatottan vártuk, hogy majd milyen újdonságokat fog hozni látványtéren. Azt persze már az előzetesekből is lehetett sejteni, hogy a javulás nem fogja elérni nagyon sok már megjelent Skyrim modnak a szintjét. De hát a végterméket látva még szerintem annyi javulás sem volt, mint amit sejteni lehetett. Ugye reklámozták itt részben az új textúrákat, hogy helyenként szebb textúrák vannak. Hát a modoknál én már 2 évvel ezelőtt a legtöbb textúrát lecseréltem 2K felbontásúra, szóval ahhoz képest elég viccesen hat ez a új HD csomag idézőjelbe. Na, azt mondom, hogy csúnya, tehát 2016-ban nem is estem tőle hasra, hogy úgy mondjam. Ugye a promócióban szerepelt az is például, hogy új víztextúrát is kapunk. Hát nekem jelenleg a Realistic Water 2 nevű mod van feltelepítve, ami a jobb víztextúrát adja. Erről azt kell tudni, hogy ha jól tudom, ez egy 2013-ban megjelent vízmod a Skyrimhez, és jobban néz ki, mint amit ők új víztextúrát adtak, és ráadásul még reklámozták is, mint hatalmas újdonságot, hogy még a víz is szebb lett a játékba. És még ehhez jön persze az EMB hatás is, ami sokkal szebb fényeket, sokkal szebb megvilágítást ad a játéknak, már attól függ, hogy milyen EMB-t teszel fel, mert abból is van millió egy. Én a Real Vision EMB-t használom. Ugye az éles textúrák mellett ez az a másik dolog, ami nagyon dob a látványon. A színeken, a fényeken gyakorlatilag így minden felturbóz. Most persze még vannak itt kiegészítő modok, hogy például tettem fel jobb felhőmodot, különféle kis kiegészítőket, ami hozzátesz az EMB-hez. Egyébként már most így fejből én sem tudom elmondani, hogy milyen modok vannak fent már, mondom én a Skyrim-et. Hosszú időn keresztül modoltam fel ilyenre. Mindig, ha láttam valami hasznosat, akkor azt úgy hozzácsatoltam a dologhoz, és működött, akkor miért nem, meg jobban nézett ki. Hogyha nem nézett ki jobban, akkor nyilván letöröltem utána, ha csak éppen rosszabb lett. Szóval a Skyrim modolást is úgy érzéssel kell, mert nagyon sok olyan mod van, ami csak gusztustalanná teszi a játékot, és inkább jobb nélküle. És hát ugye az EMB-nek a lényege, hogy nem textúrákban, és nem ilyen jellegű dolgokban, hanem mondom a fényekben, a színekben, ad egy teljesen új világot a játéknak. És hát egy jó EMB hatáshoz képest, amit mi a Special Editionben kaptunk, az alapjátékhoz képest az annyi, mint ha felraktam volna egy ilyen pár megás modot gyakorlatilag. A Skyrimhez vannak ilyen apró modok is, például időjárás modok. Ugye az is befolyásolja így a változékony időnek az árnyalatát, hogy hogy fog kinézni. Amit a Special Editionben kaptunk, az kb. Ennyinek felel meg. Egy rendes EMB hatástól nagyon messze van. Ugye, amit látunk a modol Skyrimben, hogy rendesen süt a nap, az teljesen kimaradt, hogy ilyet beletettek volna. Egyébként nem értem, hogy miért. Én ezt legelőször a 2007-es Crysisnál láttam. Ilyen megoldás, hogy már a nap az nem csak úgy oda volt festve az égre, hanem rendes naphatása is volt. Gondolták, hogy 2016-ban egy feljavított Skyrimnál ez nem kell, főleg olyan modok után, amik már évekkel ezelőtt kijöttek hozzá. Meg hát oké, hogy ezt elsősorban most a jelenlegi generációs konzolok miatt adták ki, hogy szebb grafikán lehessen őket játszani. Viszont ennél a látványnál szerintem még a konzolok is elbírnak többet, hiszen nem egy olyan játék van, ugye PS4-re vagy Xbox One-ra, amik azért ennél jóval jobban néznek ki. Úgyhogy nem értem a látványbeli spórolást ilyen szempontból sem. Legfájó pont, hogy a karakterekhez egyáltalán nem is nyúltak hozzá, szóval ugyanolyan ocsmányul néznek ki, mint az eredeti játékban. Erről azt tudnám mondani, hogy szerintem ez még 2011-ben is ronda volt, nemhogy most. Szóval ez már teljes mértében szerintem a lustaság és a nem törődömség, szóval jobban kidolgozott karakter az nem igényel különösebben nagy gépigényt. Nálam például a karakter az 4K textúrából áll. Én sebességben szinte semmit nem vettem észre, csak ennek köszönhetően, hogy mikor felmodoltam a karaktert, hogy ez lassított volna, még akkor sem, hogyha
olyan nézetbe váltok, hogy közelről lehessen látni, és ráközelítek. És hát ugye ezek a karaktermodok sem, mint mostaniak, már évekkel ezelőtt is megjelentek, és már akkor sokkal jobban néztek ki, mint most az új felújított változatban. Megkaptunk megint. A haj kinézete is kb. Olyan, mint hogyha 2006-ból kölcsönözték volna. Jó, nem azt mondom, hogy egy Tomb Raider féle Trash FX minőséget vártam volna, de hát azért mégis valamicskét oda tehettek volna. Főleg egy ilyen játékban, mint a Skyrim, amiben azon van a hangsúly, hogy te saját magadnak szerkesztesz egy karaktert, saját ízlésed szerint, és akkor mi tök mindegy, hogy mit csinálsz, így is úgyis ronda lesz a textúrák, meg a grafika miatt. És akkor nem tudom, hány száz órás játékidőben, amit bele lehet ölni egy ilyen játékba, akkor végig egy ocsmány karakterrel kell végigjátszani. És még ehhez jön persze a gépigény is, hogy micsoda, hogy GTX 780 az ajánlott gépigény ennek a játéknak. Azért, mert felkerült pár olyan javítás, amit 5-6 kisebb modból megoldhattunk volna egyébként látványtéren. És a modoktól nem lett volna akkor a gépigénye. Mikor felmodoljuk a Skyrimet, az egyik legkomolyabb gépigényt az adja, hogyha adunk hozzá egy EMB modot. Most ehhez képest itt semmi olyan javulás nincsen, ami felérne egy EMB moddal, és mégis GTX 780 kellene hozzá. Hát annak idején, 2014 elején, mikor én elkezdtem foglalkozni a Skyrim modolásával, nekem attól jött meg ehhez az egészhez a kedvem, hogy láttam a Skyrim Tuner nevű modernak a prezentációit YouTube-on, a Real Vision EMB alatt, gyönyörűen feltuningolva a Skyrimot látványtéren, ugye a Real Vision EMB moddal, meg annyi más kiegészítő moddal, karaktermoddal. Tényleg olyan szépre megcsinálta a Skyrimet, amit talán bizonyos tekintetben mind a mai napig nem tudtam elérni. Hiába van meg neki a modlista, hogy ő miket használ, meg miket javasol, még az EMB mellett. Valahogy nem sikerült olyan szépre összehozni, még a talán mostani Skyrim alatt sem bizonyos szempontból. Persze van, ahol az enyém már azért jobban néz ki, de van, ahol meg nem tudtam olyan jól megcsinálni a dolgokat. És hát ő annak idején is GTX 780-nal prezentálta ezt a Skyrimet, és volt neki ilyen leírásra is, hogy 45-60 FPS között futott Full HD-ban, ugye. És mi is akkor modok által olyan látvány, és akkor GTX 780-on elfutott. Most meg ez a foshoz GTX 780 kell, amit nem modderek, hanem fejlesztők csináltak. Értve ezt a grafika minőségére. És hát mi történik akkor, mikor te modol a Skyrimet? Felraksz hozzá 100-150 modot, ugye ehhez külön mod menedzserre van szükség, mert kutya sem tudna már eligazodni, hogy merre, mi, hogy van. Felraksz hozzá egy rakat modot, és ebből lesz egy nagy instabil optimalizálatlanság, ami úgy fut, hogy bizonyos kiegészítőkkel lehet azért javítani a teljesítményt, például teljes képernyős ablakmódba futtatod, ami azt teszi, hogy ablakmódba fog futni a játék, viszont te ezt nem fogod észrevenni, mert tényleg teljes képernyőre vetíti ki az ablakmódot. És ez is hozzáad valamit, meg van x-féle optimalizációs mod, de hát akkor is ez is olyan, hogy is enyhítés a nagy modok által okozott katyfaszra. És hát kiderül, hogy még így is szebbet és gyorsabbat lehet lassan elérni, mint hogyha a fejlesztő urak nekünk profin kiadnak egy új változatot. Tényleg ebben a dolgban már csak azt tudom belelátni, hogy vagy úgy álltak hozzá a készítők is, hogy meghagyták a moddereknek a szabadságot, hogy új alapokon, úgymond stabilabb alapokon tovább szépítgethessék a Skyrimet, és hogy tényleg az a játék legyen, amit továbbra is, és sokkal szélesebb körűen testre lehet szabni, ahogy a játékosnak, vagy ahogy a moddernak tetszik. Egyébként már csurognak hozzá a kisebb-nagyobb modok, hamarosan majd látható lesz nálam is, bizonyos összehasonlításokban már tettem fel ilyen kisebb modokat, és tervezek is hozzá, hogy miképpen fog javulni a látványa a mostanihoz képest a Special Edition esetében. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!